Jó napot, emberek! És majdnem jó reggelt, Márkó. Mindig köpködi az éket. Mennyi az idő? 8 óra, ember! Föl kéne már kelni. Éhes vagy? Hát nem kéne aludnod. Mi ez? Jaj, sokat edzettél. Oh, látszik is. De szomorú. Na, egyél valamit. Miért vagy ilyen szomorú? Legyél ma boldog. Edzettél. Boldog légy. Mi a francot csinálsz? Tudj már megfőzni. Na, ma, mi a fenét csináljunk, amíg ez megsüti a cuccot? Nézzük. Nincs munkája. A fenében ennyi pénz van, 3000. Ez még elég lesz, mert szétnézünk a városba. Mi a fenét csinálsz? Nem tudsz sütit sütni? Ügyes vagy. Oda fog égni. Egyből hogy lett 600? Egyél már, egyél és nyújtózkodj, mert ma hosszú napod lesz. Ilyen szart nem hallgatom. Mondom, nem! Hányszor kell még elmondani? Használd azt a budit. Haladj. Mi az? Rossz volt a kaját? De te csináltad, nem én. Na. Pisi ülve úgy van. Titokban nő. Milyen melle van? Dupla D-kosármell. Na utazgassunk szépen Boros Gergővel. Itt is volnánk. Te még mit vettél föl magadra? Na, nagyon buli hangulatú, mondhatom. És azzal a cipővel, te. Tényleg ez a parti ruhád. Jaj, megint álmos vagy. Onva. Egy asztalt két melegnek. Ja nem, bocs, barátok vagytok csak. Bocsánat. Mondj már vicceket, léci. Ja. Ez nem volt vicces. Basszus. Hagyjuk. Inkább gyakoroljál. Jó, hagyjuk. Ez meg ki? Ez a cute? Nem. Ismerkedjünk ebben gyors. Na. Boros már issza a tejet. Közben újjazik a zenére. Na, cserkész be! Ja. Befűzze hamarabb! Márkó, nem teheted ezt? Te miért beszélsz magadba? Fűzd már be! Haladj! Nem lehet igaz. Ez meg ki a fene? Az igen. Űrlények. Boy Yarba! Something good! Na, már hagyjuk inkább, igyál valamit. Elvesztetted a csajt már. Még el se kezdted, akkor flörtölj ezzel. Kérje izét. Order chips. Jó, vagyok, nem chipset. Láttam ám. Ezt ki fogja azt föltakarítani? Nobi. Na, Poros azt mondta, hogy ebből elegem van, megyek kicsit csajozni. Pomész, idd már meg. Valahogy hogy szedted le? Milyen büszke vagy magadra, pedig a fejedre ejtetted. Ügyes pultos csaj. Még gyakornok. Leül az űrlény mellé. Márkó már űrlényeket is fűz. Milyen szép pár lennétek. Ubnate, unga. Ez mindig borossal beszélget. Ott egy bohóc! Mi a fene? Hogy kell lőzni? Hogy behány? Boros, hol vagy? Na, hova tűnt? Fölment a második emeletre. Szart egyet. Visszamegy szomorúan zenét hallgatni. Oké. Élvezi a zenét, nagyon. Na, üljél le egy picit. Na, beszélgessetek. Mondd el neki, milyen jó volt az edzés. Hol van?
mondani neki, hogy hogy kell edzeni. Úgy kell edzeni, hogy megszámolod, hány lábújod van. Tök jó! A Boros ezt nem is tudta. Jó ócsó randi. Oké, szeleget bulisztunk, menjünk haza. Na, szomorú, mert ott hagytuk Borost a buliba. Mindjárt sír. Azt hova mész, amikor mutatni akartam, hogy hogy sírsz? Nem tetszett neked az innivaló? Hát így jártál, takarítsál. Menj is, takarítom. Kitalálj, mit csináljunk. Uba, zingzang! Nem nézel tévét. Ki kéne találni, mit csinálj. Szerintem neked nyitott kéne egy boltot. Csak na, azt nem tudom, hogy kell boltot nyitni. Te tudod? Még mindig a sírás szélén állsz. Na, nézzük. Kész, megvettem egy telket. Boltot fog nyitni. Minden pénzem a boltomba megy. Viszont egy baj van. Nem lesz elég. Hogy fogok én falakat építeni? Nyissunk ki. Mi? Persze, én többért akarom maradni, nem... Bolcsóban. Open. Csórók leszünk. Valamiből ki kell fizetni a számlákat. Tudod te kezelni azt a gépet? Na, kinyílt a boltunk. Jöhettek! Ah, mennyi ember van ezen az utcán. Tök jó. Neked nem kell semmi. Van itt egy kerti törpe. Meg ez nem tudom mi, de nagyon aranyos. Lehetsz az utcán, gyere! Gyerek! Te gyere be! Ugye becsalogatok vendégeket? Retail Found 13. Hát, ez rohadt kevés. Aj! Áh! Jönnek a vendégek, szia! Üdvözöljük őket! Szia! Örülök, hogy bejött és megnézted a két árumat. Szia! Örülök, hogy megnézitek az árumat. Most elkezd veszekedni velem! Upikos, fejezzétek be! Menj vissza ide! Márkó, te most dolgozol! Ne beszélgessetek, vegyétek meg! Vegyétek meg ezt a szörnyet most! Elkezdenek kommunikálni, nem igaz? Ah, legalább ágyat vehettem volna magamnak ide hátulra, hogy aludjak. Na, jól vagyok, amúgy jól. Még vegyek fel embereket, mi? Ó, meg tudom csinálni a ruhámat a... Na várjatok! A legkényelmesebb ruha. Ezt fogják fölvenni az embereink. Ugye tetszik? Elmentnék divattervezőnek szerintem. Tökéletes. Kész. Márkó, miért nem öltöztél át? Munkanap van. És nem is tud. Ne beszélgess velem! Vásárolj! Vásárolj! Ösztönözlek! Nem lehet? Miért megijesztettem? Nem kell beszélgetni, vásároljon. Megveszed? Ne csak nézed, vásároljál. Csukott szemmel nem nagyon tudod nézni. Szeged beszélgetni. Ne beszélgess. Vedd már meg. Este van mindjárt. Nincs ez, kimennek a bolt elé beszélgetni. Mindjárt hazamegyek. Ne beszélgess vele! Kell lebontom az egészet a picsába. Tök jó, hogy kibe járkáltok, de még mindig nem vásároltok. Normális vagy? Márkó, ne játszad, hogy örülsz neki. Látom, hogy nem örülsz. Vásároltak? Vagy mi volt ez, ami itt mozgott? Jaj, készen állsz a vásárlásra. Pofád befogod. Vedd el tőle a pénzt. Márkó! Márkó! Vedd el tőle a pénzt. Te kihez beszélsz? Oké. Írd be még pár kilencet oda! Igen, vásároltál 6 pelenkát. Így van! Te nem veszed meg? Azt már megvették, azt már nem lehet.
Azt már hát hiába nézed, csak a törpét lehet megvenni. Megvásárolták. $19 egy szimelonért. Ja nem, a törpét vette meg. Megköszönj neki. Vásárold meg. Remélem tetszik az új eladó árunk. Szedd már lejjön. Ne pofázzál, vásároljál. Itt egy kisgyerek. Vágy. Vágy, mert ki vagy? Alfred Orbi. Te egy lány vagy? Hagyjuk. Üdvözöl már a vásárlóra, te! Milyen bunkó vagy? Hamarabb kellett volna. Azért, mert alacsony. Ezzel így nem fogok pénzt keresni. Tudod mit? A bolt zárva. Lehet távozni. Most. Zárva. Sziasztok. Pápá. Lehet kimenni. Most rögtön. Sziasztok. Pá. Köszönöm, hogy nálam vásárolt. Vagyis senki nem vásárolt nálam most. Micsoda nap. Egy sokan volt. Menjünk haza. Valamiből nagyon gyorsan pénzt kell csinálnunk, ugye tudod? Most, ugye menjél vécére, mert azt nagyon kell neked. De kitalálom, hogy mi a fenét csináljak. Így sincs nagyon cuccod, ez nem fontos ide, ezt el tudom adni. A macidat eladom, a rádiódat eladom. Sok mindent eladok. Így, már is van pénzed. Már is tudsz árulni a boltodba reggel. Úgy, ahogy megérte. Még ezt a követ is kiszedném itt hátul, abból is lehet pénz. Még budizás után vedd ki. Persze jó, ha két ki magad. Le se húztad a gatyád, meg a nadrágodat se. Cserélni kell azt a nadrágot, nem sokára meg. Belerohadnak a cuccak, fúúúú. Nem lesz jó senkinek. Hülye vagyok. Hát még itt van a mostani kajád is, nem. Megeszed. Ezt meg, mit tudom én? Várj, van egy ötletem. Nem tudom elrakni. Újabb nap, újabb boltozás. Mehetsz árulni. Viszont elég büdi vagy, úgyhogy szerintem összemenjél. Egy... ne flirty legyél, úgyhogy... egy energized shower-t tegyél. Nyisd ki a boltot. Azt nem értem, hogy miért nem tudok 300%-os áfát rakni a cuccokra. Szerintem még így is megvennék. Na nézzük, miket adjunk el. Na, vettünk pár cuccot. Most már ebből csak bejön valami lé. Ezt már rányomtuk. Már ruhaboltot vettünk egy kicsit. Ezt a lámpát is eladjuk. Viszont, ja, mindegy. Jön valaki? Jön, hát. És tényleg bejön, azt hittem. Nem jön, viccből mondtam. Üdvözöld. Üdvözöld, hülye gyerek. Greet. Nem discuss, greet. Ó, te. Üdvözöld. Nem lehet üdvözölni. Ó. Ask about price. Te mit csinálsz? Menj el! A cuccaimra mondtad? Te bunkó! Neki köszönj! Meg lehet ijeszteni. Hát én ezt nem csinálnám a vásárlóimmal. Ja tényleg pörköket is lehet venni. És nem lehet ötni 600% kamat. Kamat a francot, áfát akartam mondani. Megveszed ezt a nagy cuccot? Azok a szarvak jók lehetnek neked valamire. Igen, arra gondoltam, hogy a gyerekekkel játszani. Unikornisosat. Márko, ebből nem lesz pénz, hogy beszélgetsz a vevőkkel csak. Ebből nem fogom megélni. Mi? Jaj! Elbambultam. Basszus, már ketten is vásárolnak. Én ő is figyeltem. Mindjárt megyek. Várjál egy picit. Oké. Valahogy már el fog menni a vásárlón. Valahogy. Hál' Istennek. Már én visszatértél? Nem igaz.
Beindult a bot! Ó, már van 700. Valamennyi. Vedd le. Vagy restart, nem tudom. Mit köszönsz? Kocsi kéne? Ezt én nem árulok, bocs. Még itt az a növény, ezt elviheted gyorsan, ha akarod. Ebből veszek még egyet. 250-et kaptam ezért. Dinója. Így fölírjuk. Sallala, úristen. Bőbb, Nicki Minaj. Nicki Minaj in the house. Mit keresel itt? Oké. Okay. Egy, meg egy, ez kettő. Öt, meg az 25. Ja. Most nem, hogy mit csinálsz, restartol, de ennyi ideig? Néha vásárolnak. Tök minden, hogy mennyi jön be, ha egyszerűen visszarakom a cuccokat. Dinóval lehet barátkozni, komolyan. Atyám. Ti se akartok vásárolni. Jaj, te izé vagy. Olyan, milyen hangod van. Hát ez nem volt vicces, én félek. Hoppá, valaki éhes, meg pisálnia kell. Ajjaj. Nekem még nem telik ide budira. Bocs, be kell zárnom a boltot. Bocsi. Ajjaj. Nő vásárolni akart. Irány haza, mert beszarok. Na, beszartál? Ja, még nem. Jó van. Haladás van. Hum-hum, menjél szarni. Gyorsan. Hova tűnt a pénz? Ez hol? Ez mi? Ja, ez a neve? Ó, nem változtattam meg a nevét. Mindegy. Úgy, úgy. Újra nőnek a sziklák? Vagy ez mi? Elő még nem volt itt. Ezt takarítsd el. Ja, ne utána meg egyél valamit, mert megint éhes vagy. Nincs pénzem. Hát meg kell válni még valamitől. Azt hiszem ez a szék nem kell ide. Na, így már tudsz mit tenni. Tök jó. Egyel cereal-t. Arra nyomtam. Cereal killer-t. Én megérjük, hogy mi ez? Mi a fene ez? Van rajta egy szimból. Hát hülye vagy, az ilyeneket eladom. Nincs fun. Az árulás az nem ez mi? Wrestling? De szilárd. Basszus, már megint éhes vagy, kieszel a vagyonomból. Hát izért nem kapsz ennyit a boltért. Ó, te. Gyors, eszel egy... tejet. Nem. Gabonafejet. Ennyire telik most, örülje neki, hogy nem kell szemetet enned az utcán. Aztán... gyors lefürdesz, mert megint rohadt büdös vagy. Utána megyünk vissza dolgozni. Örülsz neki? Én nagyon. Tudom, hogy korán van, de el kell kezdeni dolgozni, mert nem keresel lófassa. Aztán jön a behajtó és elviszi minden cuccunkat. Ja, és átneveztem a boltot. Nem tudom, hol lehet látni, de most már Biotechnika Cox Boat a neve. Nem tudom, hol mutatja. Amint beüti, nem fogja mutatni. Hol van? Sehol. Meg tudom mutatni így. Ott van. Biotechnika Cox Boat. Ez a neve. Hogy várja az embereket? Kár, hogy senki sem fog jönni, mert még korán van. Megint te? Hányt szórja azt még vissza? Beszélget magába, jó van. Ez egy nagyon jó lámpa. Világít a sötétbe. Nappal is világít, csak azt nem látja. Kert, megveszi? Hm? Sokat ér. Ugye Kínába csináltattam. Remélem, én is megint beszélgettek, hát nem igaz? Milyen jó legyen ez a bolt. Mit rakjunk még ide? Egy droglabort! Az még hiányzik! Yeah! Van egy droglaborunk. Mert egy kis mini cello. Kész. Végül van egy saját
kis ház droglaborom. Tök jó. Csak eladni tudom. Mindegy, emberek, le droglabor, akárkinek kell. Neked droglabor? Szerintem neked van otthon. Neked is lehet. Hát, lehet, hogy egész városban mindenkinek droglabor, csak nekem nem volt eddig. Na, vásárolni is akar valaki, vagy bejön a boltomba beszélgetni? Márkó csak ott áll, hogy azt meg fegyetek már valamit. Nézd az öreg azt, hogy menjél már, az meg valamit. Átmegy rajta a kuma. Nem igaz. Mindjárt a lámpát is eladom. El tudom. Akkor nem fog látni. Ebben a boltban senki nem szeret vásárolni. Oda megyek én, és inkább pecázok. De az nem pecázik. Nézd a halakat, hogy kivel ugrálnak. Komolyan mondom, ti vagytok a legrosszabb vevőim. Elküldök valakit, komolyan. Te, menj innen. Á, unom. Szia. Elküldted? Nem tud elküldeni? Kérd meg, hogy távozzon a picsába. Ne beszélges már. Mindjárt bezárok, azt újra kinyitok. Zárva vagyunk. Zárva vagyunk. Mi a fasz? Menj innen. Te is. Elkezd játszani a boltomban. Menj már innen. Te is. Nem érdekel. Menjetek már innen. Mi a fene? De vagyok zárva. Be. Kimegyek a boltomba. Beragadtam, vagy mi a fene? Jó, én hazamegyek. Mi a fene, nem akarnak elmenni innen a fenébe? Csak köszöngetnek össze-vissza, mi a franc ez a bú. Menjünk ide mindannyian. Ki tudok menni? Kinyitottam a boltom, most nem menjünk már ki. Nem tudok kimenni. Basszátok már. Csinálok egy hátsó kiállatot. Nem tudok, menj, 50. Mit adjak el? Kis virágomat eladom. Várj, ez nem elég. De... Nem értem, 40-et akarok átküldeni magamnak ide. Így ebből tudok venni egy kiáratot. Nem. Miért nem? Jó. Akkor gyors. Gyors, kiszedem a falat. Menekülj! Menekülj! Hum-hum, menekülj! Úgy. Be is zársz. És csukd be. Csukd be, de gyors. Kész. Most ezek mit fognak itt csinálni? Bezártam. Átment a falon! Tudtam, hogy szellem vagy. Kinek köszönsz? Takarodj már ki a fenébe. Mi a fene bajod van? Menjünk haza. Hát... Hum-hum már, ez egy katasztrófa volt. Ha valahogy meg akarunk élni ebből az egészből, drasztikus lépést kell tennünk. Oda kell költöznünk Boroshoz. Oda. Ezt a házat eladni a fenébe és oda költözni. Ez mi a... Mi? Mit kell... Miért megy be a házamba? Menj már innen! Hogy tudom... Ezt nem tudom elküldeni te. Hát ez mi? Barátságos. Nincs olyan, hogy elküldeni? Nem tudom elküldeni. Ez mi? Ez te költözött hozzám? Go away! Úgy. Go away! Go... Mondd meg neki. Elmész végre a fenébe? Köszönöm. Na. Na, hogy érzed magad? Itt volt a házad, igen. Már nincs itt. Na, és költözünk oda Boroshoz.
Na, szia Boros! Most már együtt élünk. Tetszik az új helyzet? Ha, bemegy tévézni, azt hiszem neki nem tetszik az új helyzet. Na, ó, két személyes az ágy, tökéletes. Viszont van egy kis pénzem. Éhes vagyok. Boros, főzzél már nekem valamit. Magamnak kell. Nem igaz, ide költözök, azt nekem kell csinálni kaját magamnak. Neki nem csinálunk, eszünk chipset. Vagy mi ez, nem chips? Hogy hívják? Kapapehely. Utána megyünk dolgozni. Kiírja Márkó Facebookjára, hogy meleg. Hogy örül neki? És Márkó erről semmit nem tud. Boros, nem kell a kanapén aludnod. Itt az ágy. Gyere. Nem akarsz? Nem akarsz egy-egybe aludni? Márkóval. És költsek két külön ágyra, mert te nem akarsz egy-egybe aludni. Oj te, kis finnyás. Így nesze, van két külön ágyatok. És elrülsz? Elrülsz, Boros? Azt hiszem örül. Ez idő vele menni, de együtt aludni nem akar vele. Bunkó. Na, majd eltakarítod, oké? Okay? Én megyek dolgozni. Ja, hogy ez már nem is az én boltom? Vagy mi a fene? Nem tudok itt használni semmit. Oké, okay, úgy látszik engem kirúgtak a saját boltomból. Hát ez nagyon jó. Hát akkor Márkó újat kell venni. Kész. Voilà. Ugye mennyivel pofásabb? Jobb, mint az a kis szar, ami ott volt. Nézzetek meg, ebből ez lett. Hála azért, hogy eladtam a házam. Hála abból a pénzből. Még maradt egy kevés, de az majd a számlákra kell. És nézzétek meg belülről, milyen szép. Nem a legszebb a világon, de elég szép. És nézzétek, még szereztem egy kis Claudio-t is. Ő a kakasom. Vagy mi, ez egy fácán, nem? Mondjuk, hogy kakas. Őt is eladom, de jól jön. Van egy kis szemetes, ez is eladó. Nézzek, még egy tusolót is szereztem. De hogy ezt nem tudom eladni. Hoppá. Mindegy, jó lesz itt, ha valaki fürödni akar. Ezt tudom eladni? Miért nem tudom ezeket eladni? Most semmi ilyet nem tudok eladni? Azt arra sem tudok rányomni. Ott el sem tudom eladni. Ó, a picsába. Várjatok egy picit. Kész, kijavítottam az egészet. Bekerült ide a tus, és vettem egy ilyen hatalmas bokrot. Szerintem megérte. Meg egy ilyen kis asztalt. Ja, meg ugye vettem egy ilyet is. A gyerek mit keres bent? Mit akar venni egy gyerek? Bárpultot? Kötve hiszem. Márkó, elkezdesz játszani a telefonodon. Üdvözölnöd kéne az embereket, nem gondolod? Nem fuhú. Üdvözöld őket. Van egy bajod? Nincs. Alig menjünk ki ásni. Bocsánat, itt vagyok, csak kimentem ásni. Várjatok, találtam egy... Ez mi? Nyissuk ki. Mi van benne? Találtam ilyen szarokat. Ah, eladó, most találtam a földön. Kell valakinek? Eladó. Ez is eladó. Hogy beszélt Claudio-val? Nem igaz. Jó, csajjal veszesz, jó van. Nézd már, megint nőtt egy ilyen. Menjünk csak ki. Itt vagyok már, itt vagyok. Remélem semmi probléma nem volt, nem lopott senki. Nézd már, találtam kristályt. Eladó kristály. Most találtam. Ez mit csinál? Tanulmányozítom, nem, eladó. Elég jó kis boltom lett ahhoz képest semmiből, ami ott van. És használni se tudom. Még nem is vettem egy droglabort ide. Aj. Még elkezdesz játszani. 356. Szímelonnal tartozok. Majd Boros megcsinálja. Pisilnie kell. Akkor pisiljen. De ne be! Venni is akarsz valamit, vagy csak bejössz velem beszélgetni?
Oké, megnéztem, hogy nyitva vagyunk-e, mert azt hittem, hogy most csak bejöttek beszélgetni, mert nem vesz senki semmit. Lehet, hogy még mindenki ide jár befele. Azt mondja, hát veszek innen valamit, ez a legjobb volt a világon. Aztán meglátják, hogy mi épült mellette, és azt mondják, hát ez még mindig jobb. Senki nem akarja Claudio-t megvenni. Elfelejtettem valamit, nem látszik a fal miatt. Szerintem ez a legjobb árum. El tudom adni. Nem tudom budipapírt eladni a falon. Ó, a fenébe. Ezt se tudom eladni. Na jó van. Na, hát ha valaki jó akarja érezni magát a budiba egy kicsit. Oda raknám neki. Vásárolni mikor fogtok? Ha? Soha? Végre valaki vásárolt. Persze most majdnem elküldtem a fenébe. Pont amikor vásárol. Igen, tökéletes. Na jó. Oké, és mit is vettél meg? Megvették Klaus, jó? A fenébe. 577 Simeloni megvette Claudio-t. Ez egy jó dolog. Ó, te is vásárolsz végre? Ah, most ezek beindult az üzlet. Ne menj el budira, nem engedtem meg. Azért is fizetni kell. 1000 Simelon. Ó, jön a pénz. Ezt Claudio-t visszarakom. Mondom, visszarakom? Nem arra menni akartam. Visszarakom. 435 ér? Ó, szegény. Jó drága. Porcelán Claudio. Visszamarakom. Tűztesd el innen, azt rakok ide más majd. Nem tetszik, amit árulok? Hú, ott egy mérgelődő csaj. Ez nem azért van itt, hogy eladó, ez azért van itt, mert éhes. Eladó tányér, kinek kell? Most ettem le, ettem belőle, egy koszos. Csak eltakarítani tudom. A fenébe. Várj, valaki vásárolni akar? Megint Claudio-t, vagy mi? Jó kelendő. Kelendő kakas a Claudio. Mindenki jót akarja. Ezért veszek még többet. Ó, érdekel a kristály? A tévé? Sokban van ám egy olyan tévé. Elmegy fürdeni, miközben ezek vásárolnak. Az igen. Na, végre valaki vásárolni akar. De, ne beszélgess, menj a vásárlóhoz. De mit veszel, tévét? Megvetted a bokrot. Jó, ezt eltüntetjük. Súgy. Záróra. Így. Menjünk haza. Na, hazaértünk a Gergő rezidenciához. Te meg még is mit keresel itt? Menj innen, nehogy begyere a házamba. Na. Te aludjál. Na, boros. Olvasol. Hülye vagy? Na, azért. Neked meg valami munkát akarok, mert ugye te is izé vagy. Munkanélküli. De hogy keresél valami munkát, amivel növelheted a pénzedet. Na, te vállaltál egy munkát. Te techguru leszel. Szóval te építgetsz itt majd. Gépeket, tévéket, ilyesmi, és eladod jó pénzért, hogy növeld az én üzletemnek a dolgait. Na, ezt jó megaszontam. Hum-hum, Márkó, te meg aludjál. Következő napra nehezebb lesz. Főleg, ha nem vesznek semmit. Na, azt hiszem, én el is búcsúzom most. Mert nem csinálhatjuk ezt örökre. Valamikor meg kell állni, pihenni egy picit. És Hum-hum, Márkónak kell a pihenni is. Sziasztok!